Budapesten is megjelent a délvidéki papköltő Bogdán József Zilált papi imák című verses kötete. Az elmúlt 30 évben 11 kötete látott napvilágot a délvidéken. A zentai születésű Bogdán József a Szabadkai Katolikus Gimnáziumban érettségizett, majd a horvátországi Gyakovári Egyetemre vezetett az útja, ahol teológiai és filozófia diplomát szerzett. 1983-ban szentelték pappá. Hol csillaggá lettél, nem látom az orcád. Olyan idegen vagy, anyám Magyarország. Lehúztad a redőnyt, mikor hozzád mentem. Én is fiad vagyok. Miért tagadsz meg engem? Bogdán József délvidéki magyar papköltő írta ezeket a sorokat Anyám Magyarország című versében, Törökkanizsán, 2004. december 6-án a szerencsétlen emlékű népszavazás után egy nappal. Azóta sok víz folyt a Tiszán és a Dunán, amit az akkori politikai és közhangulat nem támogatott kellőképpen, már a valóság lett. A magyar állampolgárság megszerzése ma már a délvidéken is természetesnek számít. Sok-sok otthoni verseskötet után az idén az Unikus műhely kiadó gondozásában megjelenhetett Bogdán József Zilált papi imák című kötete immár Budapesten is. Ünnepi könyvhét előtt olyan durván másfél hónappal keresett engem telefonon a Szilavetszki Csilla kötet szerkesztője, hogy kiadnám ezt a kötetet. Én egy-két versét ismertem Bogdán Józsefnek, és nagy örömmel álltam rá. Szinte rekordidő alatt született meg a kötet, és neveztük be a könyvhétre, és megjelent az ünnepi könyvhétre. Hát ez egy olyan rangot jelent egy határon túli költőnek, amit az itteni költők el sem tudnak képzelni, hogy az anyaországban megjelenik. Nem egy földtől elrugaszkodott költőről van szó, hanem a földön jár, a mindennapi életet énekli meg verseiben, a mindennapi emberek problémáit meséli el, azokra keres megoldásokat, és ezért tartom nagyon fontosnak. A Líte a könyvesbolt és teázóban Bakó Anna Mária, boltvezető, köszöntötte a költőt és az egybegyűlteket. Nem tudom, miért és meddig a félelem. Kérdezem, mikor lesz boldog az életem. Azoknak az aktoroknak a sorába tartozik, akik azt a magyar régi, mondjam így, hogy papköltő hagyományt folytatják, amit Sík Sándor, Mécs László, vagy éppen Gyóni Géza neve fémjelez. Én többször már írásban is a délvidék Gyóni Gézájának neveztem. Többrendbéli rokonságot lehet érezni Gyóni Géza, de éppen az előbb felsorolt papköltők és Bogdán József között is. Ő az a délvidéki magyar költő, aki egy nagyon sajátságosan, jó értelemben papos hangú lírával egy nagyon egyéni, eredeti hangot képvisel a mai délvidéki magyar irodalomban, és több olyan verset is mondhat magáénak, ami én azt hiszem, hogy maradandó darabja lesz a magyar lírának. Csak indulj, ne félj, a boldogság megtalál. De uram, 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 nekem is jár egy kis boldogság. Főleg a temetésre hívnak, amikor fekete palázsba kell megjelennem, és hát ott az ige hirdetés mellett a kultúra terjesztése, hirdetése szintén a feladatom volt, hiszen kis északbánáti falvokban a magyar-román határ közelébe voltam, és vagyok még plébános, jelenleg Nagykikindán, régi nevén Kökénden. Karjaim emelem esengve magasba. Istenem, nézd le a tévejgő fiadra. De vajon a barát, az írótárs melyik versét emelné ki ebből a mostani kötetből? A Rábéi vers címet viseli ez a költemény, de mottója azóta már szállóigévé vált, és azt hiszem, hogy ez különösen nagy jelentőségűvé teszi. Arra fut ki minden versszaka ennek a szerintem nagyon jelentékeny versnek, hogy Trianon néz be minden ablakon. A pap még mindig jelent valamit, és a papot tisztelik ott a magyarok, szerbek egyaránt. Ez ad erőt, hogy nem hiába való az, amit én csinálok, mert 30 éve vagyok pap, az idén éppen 30 éve. Bogdán József 1998 óta tagja a Magyar Írószövetségnek is. Várjuk újabb anyaországi bemutatkozását.